Köszöntöm Önöket, Sebes György vagyok a hírekkel. Ez a heti tévé híradója. Jövőre megnyílik a Sorsok háza, ezt közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy az emlékei üzemeltetője a Köves Lómó vezető rabbi által irányított egységes magyarországi izraelita hitközség lesz. A működés költségeit a kormány állja, és együttműködnek a Schmidt Mária vezette közalapítvánnyal is. A Józsefvárosi pályaudvar területén már 3 éve elkészült az épület együttes, amely a holokauszt áldozatainak és az embermentők bátorságának állít emléket. A beruházást azonban Lázár János, a miniszterelnökség akkori vezetője a mazsihisz tiltakozására leállította. Azt is mondta, a Sorsok háza akkor valósul meg, amikor annak tartalmát a magyarországi zsidó közösségek támogatni tudják. Köves Lomó szerint viszont azt kell nézni, mi jön létre, és nem azt, hogy kik által. A miniszterelnök a tervek szerint holnap fogadja az Egyesült Államok új budapesti nagykövetét. Erről David Konstin beszélt egy konferencián. Megemlítette, hogy már rengeteg emberrel találkozott, mióta mintegy 2 hónapja elfoglalta állomásait, de a legfontosabb vezetővel csak hétfőn lesz alkalma beszélgetni. A nagykövet egy interjúban arról is beszámolt, hogy Magyarországon nem tapasztalta a szabadságjogok csorbítását, és arra sem palaszkodtak neki, hogy antiszemitizmus vagy korrupció lenne. Ugyanakkor határozottan kiállt amellett, hogy a Közép-Európai Egyetem maradhasson Budapesten. Konstin emlékeztetett rá, a magyar kormány 5 követelést támasztott az egyetemmel szemben, mind az 5-öt teljesítették, így ideje lenne aláírni a megállapodást és tovább lépni. Ugyancsak holnapra várják a magyar fővárosba András Yorki herceget. Erzsébet brit királynő 3. gyermeke 2 napos látogatásán találkozik több vezetővel is. Tárgyalásainak kiemelt témája lesz az oktatás, a tudomány, a technológia és a mérnöki hivatás. András herceg részt vesz egy általa alapított nemzetközi startup verseny 1. magyarországi döntőjén. A kezdeményezés célja az innovatív vállalkozások ötletek fejlesztése. A Yorki herceg 13 éve már járt hazánkban. A jegybank elnöke szerint Magyarország 2010 után kivételes lehetőséget kapott arra, hogy felzárkózzon a fejlett államokhoz. Ehhez kellett a politikai és a gazdaságpolitikai stabilitás, valamint a kedvező monetáris politika. Matolcsy György úgy látja, eljött Közép-Európa és a visegrádi 4-ek ideje, mert ma már ezek az államok jelentik az Európai Unió gazdaságának motorját. A Debrecenben megnyílt közgazdász vándorgyűlésen Matolcsy György felidézte, hogy az 1335-ös visegrádi király találkozóval indult a régiós siker. Akkor a gazdaság aranyban, ezüstben, ásványkincsekben, illetve a globális kereskedelemben testesült meg. Napjainkban az innováció, a kreativitás, a tehetség, a szorgalom és a szorgos munka jelenti a siker kulcsát. Októbertől szigorodnak a lakossági hitelezés feltételei. A cél, hogy minél többen választanak biztonságosabb kamatozású hiteleket. Ha a férj és a feleség teljes keresete nem éri el a 400 ezer forintot, akkor a fizetésük legfeljebb negyedét fordíthatják törlesztésre a mostani 50% helyett. Akinek 400 ezer forint feletti bevétele van, ott az arány 30%. Ez a kockázatos kamatozású hitelekre vonatkozik. Akik viszont 5 évig garantált kamatozású hitelt választanak, 400 ezer forint alatti keresetnél 35%-ból törleszthetnek, akiknek pedig ennél több a fizetésük, azok 40%-kal számolhatnak. A változás a már meglévő hitelekre nem vonatkozik. Szakértők szerint a szigorítás nem hat negatívan a hitelkedvre. Az Európai Parlament Magyarországról szóló keddi vitája után szoros szavazásra számít a külön jelentés holland összeállítója. Judith Sargentini úgy vélte, a nyáron újabb aggasztó fejlemények történtek Magyarországon. Úgy fogalmazott, nem látszik semmi jele a visszatérésnek a normális demokratikus működéshez. Mint mondta, meg kellene érteni,
A demokrácia nem arról szól, hogy a győztes mindent visz. A zöld párt képviselő jelezte, jelentését csak akkor fogadhatja el a plenáris ülés, ha a Fidesz is soraiba tudó Európai Néppárt több képviselője is támogatja. Ez azonban bizonytalan, mert közbeszólhat a pártpolitika. A keddi vitán ott lesz Orbán Viktor is. A hivatalos magyar álláspont szerint Sargentini jelentése tele van hazugságokkal és bosszút jelent Magyarország ellen. Svédországban ma parlamenti választásokat tartanak. A kormányzó szociáldemokraták az utóbbi időben jelentősen vesztettek népszerűségükből. Nem számíthatnak arra sem, hogy a bevándorlás ellenes svéd demokraták és a jobboldali centrista mérsékelt Pál koalícióra lépne velük. Ugyanakkor a bevándorlás ügye helyett az utóbbi napokban már a jóléti állam működése és a szükséges reformok kerültek a kampány középpontjába. Szakértők szerint a választók annak alapján döntenek, melyik párt ígér kiszámíthatóságot, jólétet és stabilitást. Elképzelhető, hogy kisebbségi kormányzás lesz Svédországban. Moszkvában is szavaznak, polgármestert kell ugyanis ma választani. A fő esélyes a hivatalban lévő és függetlenként induló városvezető Szergej Szobjenin. Rajta kívül még 31-en akartak indulni, de ezt megakadályozta az ellenzéki képviselők nagy részének esélyeit gyakorlatilag megsemmisítő helyhatósági szűrő. Éppen ezért az Orosz Központi Választási Bizottság elnöke ennek megsemmisítését javasolta. Ella Panfilova úgy vélte, a korlátozás kaput nyitott a visszaéléseknek és az adminisztratív nyomásgyakorlásnak. Moszkvában például 5-en jutottak csak át a szűrőn. Holnap egyébként az Oroszországi Föderáció 19 városa élére választanak vezetőt. Izraelben teljes erővel építik a libanoni határa tervezett betonkerítést. Csak nem 80 km hosszan nyúlik majd el az építmény, és 9 méter magas lesz. A Times of Israel című angol nyelvű honlap a hadseregre hivatkozva írta meg, hogy eddig egy 11 kilométeres szakasz készült el a nemzetközi fegyverszüneti vonal mentén. Az építkezésnél végig az ENSZ által kijelölt kék vonalat követték. A kerítés kamerákkal és érzékelőkkel szerelték fel. Létrehozását az is magyarázza, hogy az utóbbi évben egyre jobban együttműködik a libanoni hivatalos hadsereg és a libanoni síta Hezbollah szervezet milíciája. Ezt pedig Izraelben veszélyesnek tartják. Brazíliában véglegessé vált, hogy nem indulhat az októberi elnökválasztáson a legesélyesebb jelölt. A legfelsőbb bíróság ugyanis elutasította Lula da Silva fellebbezését. A volt elnök korrupciós vádak miatt jelenleg 12 éves börtönbüntetését tölti. A bíróság egy hete eltiltotta az indulástól, mert a brazil törvények szerint jogerősen elítélt személy nem foglalhat el választással megszerezhető tisztséget. Lula 2003 és 2010 között volt az ország baloldali elnöke. Április óta ül börtönben, miután közvetve több mint 1 millió dollár kenőpénzt kapott egy olajipari óriás vállalattól. A közvéleménykutatások szerint viszont a latin-amerikai országban még mindig messze ő a legnépszerűbb. Nagy fölénnyel győzné le a szélső jobboldali jelöltet. Magyar elnököt választott az ENSZ nagykövetek nemzetközi egyesülete. Szaúd-Arábia képviselőinek javaslatára Bogyai Katalin Magyarország állandó ENSZ képviseletének vezetője került a tisztségbe. A nemzetközi szervezet tömöríti a tagállamok jelenlegi nagyköveteit és a korábban állandó képviselőként New Yorkban szolgált nagyköveteket. Bogyai Katalin színházi és zenekritikus volt, majd a Magyar Televízió szerkesztő riportere lett. Volt a londoni Magyar Kulturális Központ igazgatója, többször dolgozott az UNESCO-nál, 2 évig ellátta a közgyűlés elnöki tisztét is. 3 éve vezeti a New York-i Magyar ENSZ képviseletet. Magyar siker született a hiroshimai nemzetközi animációs filmfesztiválon. Wunder Judit Kötelék című filmje kapta a nemzetközi biennálé második legrangosabb díját. Hasonlóan Hiroshima díjas lett 4 éve Bucsi Réka filmje is.
Wunder Judit alkotásának főszereplője egy magányosan élő fiatal nő, aki később szerelemre talál és megélheti az anyaság örömeit is. A rendező a Moholy Nagy Művészeti Egyetem animációs mesterszakán végzett 2016-ban. A kötelékek mestermunkája volt, és már több fesztiválon járt a világban. A világűrben nincsenek veszélyben a nemzetközi űrállomás munkatársai. Ezt erősítették meg Moszkvában, miután kiderült, szándékosan furták meg még a Földön indulás előtt a Szajúz űrhajót. A kis lyukat a múlt héten fedezték fel, és egy meteorit becsapódására gyanakodtak. Kiderült azonban, hogy semmi ilyen nem történt. A földi vizsgálat viszont megállapította, hogy az űrhajó összeszerelése után egyelőre azonosítatlan tettes megfúrta a falát. Amint egy 2 milliméteres hajszálrepedést, az űrhajósok behegeztették, és ezzel helyreállt a légnyomás normális szintje a nemzetközi űrállomáson. Ami pedig az időjárást illeti, ez most kedvezett a hazai szabadtéri programoknak. Egyelőre marad a többnyire napos idő, legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő, a legnagyobb valószínűséggel a középső ország részben. A szél megélénkül, északkeleten megerősödik. A hőmérséklet napközben 24 és 28 fok között alakul, de este sem hűl 10 fok alá. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a brayerpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!